Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kanásznány Máté az LMP-től. Az LMP pártfőtitkára. Hú, ez nagyon... Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nagyon érdekesen hangzik, szóval szép jó reggelt kívánok mi is a konkrét beosztása a napjainkban. Hát ez az országos elnökség titkára, illetve az LMP szóvivője, ha erről beszélünk, és egyébként Újpesten pedig a polgármester, úgyhogy három az egyben. Újpest az nagyon érdekes terület. Andrással beszélgettünk Újpesten. Újpesten elég érdekes emberek vannak ott a dolgozók között. Hát mire gondolnak? Nem, most látott napvilágot a hír, hogy egy Jobbikból eltávol, a Jobbik mandátumáról lemondani kényszerülő képviselő, ugye Száva István felesége, a Jobbikos alpolgármester mellett dolgozik. Ő ezt azzal magyarázta, hogy minden képzettsége megvan feladathoz. Ön szerint akár az LMP is a parlamentben rengetegszer napi rend előtt folyamatosan hazatámadja a kormányt, hogy a haveroknak juttatnak állásokat, rokonoknak, családtagoknak. Beszélte ön mondjuk az alpolgármestertársával erről, hogy ez egy nyílt pályázat volt, ahol rengetegen indultak és ő futott be, vagy ez hogy vagy egy koalíciós tárgyalás eredménye? Itt két dolgot tudnék elmondani. Az egyik az, hogy szerintem azt kell vizsgálni, hogy az illető alpolgármester mondjuk milyen tevékenységet végez, az ő teljesítményét kell mérni, akár a sajtónak, akár a nyilvánosságnak, a választóknak, ellenzéknek, tehát ugye neki van egy teljesítménye, ami egy teljesítményt nyilván a munkatársaival együtt fejti ki. Én úgy gondolom, vagy úgy látom, hogy semmilyen kritika nem érte ezt a teljesítményt, ami az illető egyébként rendészetért felelős Ziegler László alpolgármesterről van szó, vagy városüzemeltetési tevékenységét illeti. Hát a rendészet meg a Jobbik, az pont összepasszol. Egyébként ilyen szempontból akár össze is passzol, de hogy ezt a teljesítményt inkább pozitívan értékelték. Ezt én negatív jelzővel mondtam, hogy össze is passzol. A másik dolog pedig, hogy azért nehéz feladat egyébként egy hivatalt föltölteni, pláne Újpesten, ahol több mint 40 kollega távozott csak a hivatali részből. Vagy akkor, ha nem voltak-e felkészülve erre a nagy sikerre? Nem tudom, milyen pontos okok állnak a távozások mögött, de lényeg az, hogy tényleg hetekbe, hónapokba telle, gyakorlatilag mostantól sikerült teljes kapacitással újra működtetni a hivatalt. És az, hogy mondjuk egy adott alpolgármester milyen munkatársakat választ, mi azt a döntést hoztuk, hogy az teljes mértékben az adott alpolgármester jogköre. Természetesen, hogyha mondjuk a hivatalban egy osztályvezetőt, keresünk főosztályvezetőt, vagy köztisztviselőket, akkor ott pályáztatni kell, az a közigálláson megjelenik. Természetesen, hogyha mondjuk cégek vezetőit keresünk, ott a képviselő testület dönt, nem egy személyes a döntés, de hogy az alpolgármester irodájában az a 2-3 fő, aki közvetlen munkatárs, az az ő kompetenciája. És még egyszer, az adott teljesítményt nézzük meg, itt semmilyen kritika nem merült fel. Mennyi kevés idő is telt el? Egyelőre még. Való igaz, de mondom, én azt gondolom, hogy inkább pozitív kritikákat látunk, minden téren sikerült. Hogy van ideje erre a hatalmas álláshalmozásra? Ez három komoly feladat. Ez nyilván egy nehéz feladat most, tehát őszintén mondom, tényleg egy nehéz feladat, hogy időben ezt hogyan sikerül összerakni. Az is biztos, hogy ami az LMP-s megbízatásaimat illeti, legalábbis az országos elnökség titkárságát, azt ugye én júniusig-júliusig viselem biztosan, ugye addig tart az elnökségnek a mandátuma, az egy évre szól. És egy újabb kongresszus lesz? Természetesen lesz akkor egy újabb kongresszus, mint az LMP történetében. Ezt nem tudom megmondani, hogy az hanyadik lesz, hiszen most előttünk van a 48. egyébként most február 8-án. Úgyhogy jó esetben ez a 49. vagy 50. lesz majd nyáron. Előtte volt ugye ez a nagy amnestiás kongresszusok, akkor mindenkinek megbocsájtottak. Gyakorlatilag igen. Fogadták a pártársak a megbocsájtást? Mennyire tudnak élni azzal a lehetőséggel, hogy most már mindent lehet? Hát az, hogy mindent lehet, azért nyilván ez egyfajta túlzás. Az, hogy kitört a demokrácia, hogy nincs az, hogy föl vannak függesztve. Igen, igen. Tehát hogy be tudják tölteni azt, ami ott most vannak. Már nem is azt kell mondani, hogy tavaly év, mert ez már tavaly előtti év, ugye a 18-as választások utáni hát hibás döntéseket sikerült kijavítani, és valóban megszüntetni azokat a büntetéseket, amelyeket például Smuk Erzsébet vagy Ungár Péter kapott, de egyébként Szél Bernadett, bár nem tagja már a pártnak sajnos, de az ő szankcióit is eltörölte. Hát vissza lehet, lebocsánatot kérni, és akkor talán visszajön.
Én azt gondolom, ez is lehet egy út, igen, egyébként. De ez a személyes véleményem. Lényeg a lényeg, hogy igen, megtörtént az amnestia, ez egy nagyon pozitív döntés, és sikerült korrigálni a mégis járnak nálunk közvéleménykutatók, és nem rózsás jövőt jósolnak önöknek. Ez azért, mert homályos az üveggömbjük nekik, vagy azért, mert nem igazán látható a munkájuk most? Nem mondom, hogy most egyszerű vagy jó helyzetben vagyunk, ez is ténykérdés, hogyha őszintén beszélgetünk, de az is igaz, hogy azért a különböző mérések alapján egy 150-200 ezer szavazót most is kimutatnak a mérések, illetve ami nagyon érdekes volt, hogy az önkormányzati választáson voltak olyan települések, kerületek, összesen 4 darab, ilyen egész országosan, tehát nyilván ez egy kis minta, de 4 településen elindultunk önállóan, és ott, ahol önállóan indultunk, hiába mutatnak a közvéleménykutatások mondjuk 2-3-4 százalékos eredményeket, rendre Pécsről beszélek, Mosonmagyaróvárról, Kispestről és Kőbányáról, 5-6-7 százalékos eredményeket értek el a jelöltek, és be is jutottak a testületbe. Ez talán egy meglepő dolog, de azt mutatja, hogy más egy közvéleménykutatás, ami változik, mint az időjárás, és más egy konkrét tényleges választás. Itt egy helyhatósági választásról van szó, igen, és a közvéleménykutatók azok már 22-ről beszélnek. Van, aki azt mondja, hogy a start a kampány már régen elindult. Ez van, aki azt mondja, hogy nem. Szerintem akkor én nem igazán látom önöket ebbe a pályán, hogy olyan nagyon rohannának. Egyébként itt arról van szó, hogy az önkormányzati választások után egy népszavazási kampányba kezdtünk. Ez gyakorlatilag a tavalyi év végének volt egy erős döntése, ez most is zajlik. És ugye itt több kérdést beadtunk már a választási bizottsághoz. Sajnos témába, igen. Ezek mind-mind zöld fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozó kérdések. De most mindenki kérdések. Zöld, már elnézést, hogy közbevágok, hogy nehogy azt higgyék, hogy megváltoztam a hétvégén, és nem szólok közbe. De nekem úgy tűnik, hogy most a kormánypártoktól kezdve talán már a Jobbik meg a Mi Hazánk is zöld. Hát a kormánypártokkal kapcsolatban azért óvatos lennék, ugye, ha egy narancs bezöldül, akkor az egy érdekes folyamat lehet adott esetben, de komolyra fordítva a szót. Miért azért, van már görögdínyei, Szanyi Tibor is ott van. Igen, de szerintem az egy nagyon jó dolog, hogy tényleg látszódnak azért óriási problémák. Tehát itt a földbolygón, Európában, Magyarországon is zöld fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatban az éghajlatváltozás, a légszennyezettség, a tiszta biztonságos élelmiszerek kérdése, a megbízható energiaellátás, stb. Stb. Amelyekre igenis keresik a válaszokat a különböző politikai erők, és végre ráébrednek, hogy hát igen, kéne foglalkozni az éghajlatváltozás kérdésével. Ja, tényleg, hát ezt a levegőt már nem lehet belélegezni. Ja, tényleg, túl zsúfolt a városunk. Akkor előbb kéne a madárinfluenzával, a saját influenzánkkal, és így tovább. Nyilván mindenkinek a saját házatáján kell sepregetnie, és mondjuk Magyarország önállóan egymaga nem fogja a klímaváltozás kérdését megoldani, de mindenképpen nekünk is tennünk kell. A zöldek ezt mondják már 30-40 éve, ahogy ugye létrejöttek a zöld pártok. Az LMP is ezt mondja most már 11-12 éve, ahogy ugye megalakult. De a többiek is kezdenek ráérezni, hogy valamit tenni kell, csak arra még nem jöttek rá, hogy mondjuk az a neoliberális gazdaságpolitika, amit mondjuk akár a Fidesz folytat, az pont, hogy ellene hat azoknak a folyamatoknak, amely folyamatokkal egyébként lehetne kezelni mondjuk az éghajlatváltozás kérdését. De itt maradjuk a konkrétumnál, említette a levegő szennyezettséget. Ön elégedett az, hogy Budapesten klímavészhelyzet van, és ennek folyamán történtekkel? Azzal elégedett mi vagyok. Mi történt? Miről maradtam le? Hát, azon kívül, hogy vészhelyzet van. Vészhelyzet, és ígértek mindenféle cselekvési tervet. Az mindenképpen egy előrelépés, hogy ez Budapesten a legtöbb kerületben és fővárosi szintben sikerült meglépni, hogy kihirdették. Egyébként ez pont a lehet más a politikának volt egy javaslata már hónapokkal, évekkel ezelőtt, és amikor nyáron ezt megfogalmaztuk, akkor például nekünk ez egyfajta ilyen feltételünk is volt, hogy részt vehessünk, vagy részt vettünk az ellenzéki együttműködésben, hogy a klímahelyzettel, vészhelyzettel mindenképpen foglalkozik el, és ezt Karácsony Gergőjék szintén átvették, és magukénak a liberálisok vallották. Is foglalkoztak ezzel, és újabban a Fidesz is nagyon sokat. És mindenki egyetértett vele ellenzéki oldalon, hogy ki kell hirdetni a klímavészhelyzetet, ezt mi magunk Újpesten is kihirdettük. Ez nyilván egyrészt egy szimbolikus lépés, hogy elismerjük városvezetési szinten, hogy igen, klímavészhelyzet van, súlyos a helyzet, tenni kell. Ezt elmondta, de fizikailag másrészt, mit tesznek? Másrészt a másik része a szimbolikus cselekvés mellett, hogy konkrét cselekvési tervek. Kitiltják a teheneket, nem fognak többet tehenészetet tartani?
kitiltják. Budapesten viszonylag szorványosan fordulnak elő tehenészetek. Újpesten még lehet, de az, hogy a közlekedés kérdésével tenni kell valamit, az, hogy kitiltják azokat az autókat, amik füstölnek, nem marad autó. Nekem zöld politikusnak nagyon szimpatikus lenne, ha úgy tetszik, drasztikus lépéseket is meghozni a közlekedés terén, de lépésről lépésre tudunk. Mire gondol konkrétan? Mi az a drasztikus lépés? Én mondjuk itt a belvárosban el tudnám képzelni, hogy lenne egy autómentes övezet, és sétáló övezetté tennénk a belvárosi részt. És a szépkorúak hogy mennének haza? Mondjuk a szépkorúak viszonylag szinte szorványosan közlekednek autóval, automobillal, de nyilván meglennének azok a közlekedési eszközök, a közösségi közlekedésre gondolok, amik továbbra is tudnának járni. Tehát mondjuk, hogyha itt a Deák tér és környékéről beszélünk, ugye a stúdió is ennek a közelében van, ahol most ülünk, akkor mondjuk metróval egész jól megközelíthető ez a tér, vagy akár villamossal. Ez a trend egyébként egész Európában, ha nagyvárosokat nézzük, most legutóbb például Barcelonába tettek autómentessé egy nagy-nagy övezetet, de mondjuk az egy enyhébb lépés, hogy mondjuk a 2006-5 előtti autókat tiltjuk ki egy adott városrészből, mondjuk a legnagyobb szerkezetet. Ezt Münchenben és Frankfurtban megtették. Ezt megtették Dániában, Svédországban, ez az európai. De ha nálunk 2005 előtti autókat, akkor ki lehet a városnak a felét tiltani, vagy az országnak a felét? Tehát itt belvárosi részekről gondolunk, de még egyszer mondom, tehát számomra a drasztikusabb lépések is szimpatikusabbak lennének, amik valóban akár komoly társadalmi ellenállás. Tehát megbüntetjük azokat, akiknek régi autójuk van, mert újra nem telet nekik? Hát ezt lehet egyfajta büntetésként is felfogni, de... Vagy el lehet határozni, hogy nem leszünk Európának a szemetes ládája, és nem lehet tragacsokat idehozni. Nagyon sokféle lépés van, de hogyha az a kérdés, hogy élhető város, belélegezhető levegő, a másik részen pedig a közlekedés és a mobilitás, amit egyébként lehet fejleszteni, akkor én mindenképpen az élhető város mellé... Ez a program hozna a 22-ben elegendő szavazatot önöknek, hogy ugyanilyen nagy számba bejussanak a parlamentbe, mint korábban? Másfajta konstrukcióban fogunk indulni, mint ahogy mindenki másfajta konstrukcióban fog indulni, ahogy 18-ban indult, hiszen azért nagyon-nagyon egy széleskörű együttműködés körvonalai rajzolódnak ki 22-re, és ennek az LMP is részese lesz. Minden valószínűség szerint. Ezt próbáljuk most mi hozzásegíteni, hogy ennyi időt adunk önnek. Igen, mondjon valami nagyon pozitívat, amit sikerült az elmúlt 2 hónap alatt tennie Újpesten. Én nem véletlenül így a végére teszem, hogy újból beszéljünk Újpestre. Mi az a konkrétum, amit vagy ön személyesen, vagy a vezetőségnek sikerült? Még ehhez kapcsolódóan én láttam, hogy bejelentettön egy bérlakásépítési programot láttam egy fényképet, hogy üres telek mellett áll, vagy arról készült, hogy is néznek ki ez a bérlakás ügy. Üres telek mellett. Hogyha ki kéne emelni pozitívumot vagy előrelépést, akkor három dolgot emelnék ki, és ez az egyik valóban a bérlakásépítés. Itt zajlik egyébként a város rehabilitációs projekt, amit mi átvettünk, és gőzerővel továbbítünk. Ennek keretében valóban Újpesten végre valahára 2000 után újra épülni fognak, 20 év után újra bérlakások, és több mint 30 családnak fogunk tudni segíteni, hogyha ezek felépülnek, ez az egyik. A másik a szakrendelőnek a felújítása, ami zajlik. Itt nagyon komoly hiányosságokkal vettük át azt a projektet, aminek keretében belül megújul a szakrendelő. Ezt kell továbbvinni és koordinálni, ezt csináljuk. Ez meg fog valósulni nyár elejére egészen biztosan, de még a tavasz során is akár. A harmadik pedig, hogy nagyon-nagyon dolgozunk azon, hogy Újpest, ami komoly elmaradást mutat az önkormányzati dolgozók, szociális területen dolgozók megbecsülése terén, végre valahára kapjanak egy ágazati pótlékot, bérkiegészítést valamilyen formában. Csak azok, akik Újpesten dolgoznak, vagy országos szinten? Sajnos mi csak Újpesten tudunk előrelépést tenni. Miből tudják ezt kigazdálkodni? Nagyon sok olyan, hát hogy mondjam, beruházás történt az elmúlt időszakban Újpesten, amelyek nem biztos, hogy mondjam, a társadalmi és környezeti hasznosságát tekintették a beruházók és korábbi városvezetők, amikor ezeket meglépték, ki tudja milyen egyéb szempontok alapján döntöttek, de ezek sok 100 milliárd forintot vittek el. Ha ezek a kötelezettségek, lekötések megszűnnek, akkor felszabadul egy akkora meg tudja tömeg, mondani, amiből tudunk fordítani. Hány szociális munkás dolgozik Újpesten? Hát körülbelül ilyen 150-200, tehát azért több száz fős, illetve ott vannak a bölcsődei dolgozók, ott vannak a szakrendelőben például az ápolók, ott vannak az óvodában dolgozók. Tehát nagyon sok olyan munkatárs van, aki a humán területen dolgozik, és komoly elmaradását. Amikor rehabilitációról beszél, elnézést, András, hány olyan lakás van, ami nem komfortos Újpesten? Szintén több száz, de ezeknek jelentős része már nem is lakott.
Itt két lehetőség van. Nyilván gondolkozunk a felújításban, de nagyon sok esetben már nem gazdaságos ezeknek a felújításra. Akkor neppereknek teljesen romos, lakásokról van szó. Itt vagy az értékesítés jöhet szóba, de ezek szinte nem forgalomképesek a piacon, hanem ami inkább játszik, az a városrehabilitáció, amikor igenis ezeket a lakásokat le kell bontani, és helyükbe kell új lakhatási formákat találni. Ez most zajlik Újpest városkapu környékén egyébként. Milyen beruházásokra gondolt, amit az előző vezetés indított, és nem látják ezeknek a hasznosságát? Mondok valamit, például van egy óriási sporttelep, amit létrehoztak Újpesten, a Káposztásvegyer lakótelep mellett, tényleg gyönyörű, szép, óriási, kivilágított, szinte stadionszerű, ennek óriási költsége van éves szinten működtetni, és nem biztos, hogy akkora a kihasználtsága, meg akkora rá az igény, hogy ott én nem tudom milyen gördeszka pályán, meg cross bicikli pályán ott sportoljanak az újpestiek. Nem biztos, hogy ez megérte. Ez inkább ilyen tömegsport, hogyha valaki... Tömegsport, csak szerintem szükség van sportolási formákra, csak az óriási nagy beruházások helyett mondjuk sok kicsit kellett volna, mondjuk a lakótelep bizonyos részein elszórva. Vagy épül egy szolgáltatóház a szakrendelő mellett, ahova nem tudom milyen boltok, fodrászatok, kozmetika költözne be, szintén úgy látjuk ránézve, hogy azért ennek egy nagyon komoly költsége van, amit meg kéne építeni, és nem biztos, hogy erre pont ott, pont akkor, pont így lenne szükség. Tehát sok százmilliárdos beruházásokról van. Van egy jégstadionjuk is, ugye? Igen, van. Arra nem gondoltak még, hogy például oda kéne egy személy felvonó, hogyha egy fogyatékos vagy egy idősebb ember oda megy? Egyszerűen nem lehet bemenni. Van egy teherlift, ami általában nem működik. Egyébként pont ezekben a hetekben fogom én elkezdeni, vagy remélhetőleg el tudjuk kezdeni, Újpest akadálymentesítési térképének. Hát mondjuk ez egy egész stadion, ahol iskolák a szalagavatóit tartották, és könnyező nagymamák, nagypapák elmentek, mert nem tudtak bejutni. Ez mondjuk szintén része lehet annak a cselekvési tervnek, hogyha feltérképezzük, hogy... De nem lehet, hogy ezt az első között kéne megoldani? De én azt gondolom, igen. Ez lehet például egy ilyen első lépés. Az Újpest, az Újpest tulajdonosa, a labdarúgó csapat tulajdonosa többször elmondta, hogy nagyon szívesen eladná a csapatot, hogyha lenne rávevő. Újpest önkormányzata gondolkozik-e ilyenben, hogy vesz egy foci csapatot? Nem gondolom, hogy mondjam, a legsürgető feladataink közé tartozó, hogy vegyünk egy foci csapatot, ha egyáltalán kellene venni. A sport finanszírozás kapcsán viszont gondolkozunk egy koncepcióváltásban, ugyanis hát azért itt látszik, hogy az Újpest FC egy ilyen kiemelt partnere volt, ha úgy tetszik, az önkormányzatnak, holott nagyon-nagyon komoly állami támogatást, TAO pénzeket kap a csapat, hiszen egy nagy csapat. Lehet, hogy igazságosabbá kéne tenni a rendszert, és átlátható módon, meghatározott szempontok alapján kicsit elmozdítani a finanszírozást, és más sportkluboknak, más sportolási formákat is támogatni kellene. Most, hogy Újpesten lett képviselő, ön az Újpestnek drukkol? Én természetesen az Újpestnek drukkolok, nekem ez kötelezettségem, de egyébként ez korábban is így volt, amikor még nem voltam politikus, vagy nem voltam képviselő, igen. Hát nyilván egy újpesti az újpesti drukkol. Mit remél a következő kongresszusuktól a 40x-edik? 48-dik. Mondjuk majdnem az 50-edik, amikor lejár majd a beosztás, a szóvivő azért szeretne maradni? Én nagyon-nagyon szeretek egyébként szerepelni, való igaz, tehát mondjuk a szóvivői poszt az hozzám egy nagyon közel álló poszt, de nyilván várjuk meg, hogy mit hoz a jövő, mit hoz a következő fél év. Azért nyárig még sok-sok hónap van, sok-sok feladat van, teendő van. Most elsősorban erre koncentrálok, nem pedig arra, hogy mondjuk mi történik július-augusztus után. Említette ezeket a népszavazásokat. Ebből számítanak arra, hogy akár egy kérdés is átmegy a végül ugye a kúrián, hogyha a legfelsőbb fórumot nézzük. Dolgozunk ezen. Ugye most közel 10 kérdésünk futott már a választási bizottságnál, sajnos ezeket elkaszálták, tehát való igaz, ezek nem mentek át, most a jogorvoslatokat tesszük meg, illetve jön a következő népszavazási csomagunk, zöld energiával, Paks 2-vel kapcsolatban, hogy hogyan lehet átállni atomenergiáról megújuló erőforrásokra, és ezt népszavazási kérdésekkel segíteni. Hogy lehet átállni? Ezeket még biztos beadjuk. De egy ilyen népszavazás kapcsán ugye oldatlanul felmerül, hogy bíznak benne, hogy eredményes, érvényes és eredményes lesz egy ilyen népszavazás. Most abból indulok ki, hogy az önkormányzati kampány meglehetősen durva volt, a pártok mozgósítottak eléggé. Ennek ellenére 50% mégsem ment el szavazni. És ugye a népszavazás érvényességéhez 50% plusz egy
érvényes szavazatot kell leadni a választópolgároknak. Ez így van. Való igaz, hogy a Fidesz a népszavazást, akár hogy hogyan lehet népszavazást kezdeményezni, akár hogy mi számít érvényesnek, eredményes népszavazásnak, ezt megnehezítette, és még saját maga se tudott ugye egy eredményes népszavazást vezényelni. Ugyanakkor hát maga Orbán Viktor mondta, hogy az előző 2016-os népszavazás is politikailag eredményes volt és érvényes. Tehát ha úgy tetszik, politikailag mindenképpen lehet egy népszavazáson irányt mutatni, és ha elmegy akár 1 millió, 2 millió ember, az már egy nagyon-nagyon komoly vélemény, amit nem lehet negligálni. De egyébként mindenképpen bízunk abban, hogy átmennek a kérdések, lesz népszavazás, és az eredményes és érvényes lesz, hiszen ezek olyan kérdések, amik tényleg hát az egész ország jövőjét határozzák meg. Még annyira van időnk, hogy megmagyarázza nekem ezt a Paks dolgot. Hogy lehet Paks 1 vagy Paks 2-ről alternatív államszolgáltatásra vagy energianyerésre átnyergelni? Nyilván ezt az átállást már rég el kellett volna kezdeni, de ugye a 2020-as évek végén, 30-as évek elején Paks 1 le fog járni a szavatosságot, és ebből be kell zárni, és végre valahára zárjuk is be, és ki kell vezetni az atomenergiát Magyarországon. Azért most se a döntő részét fedezzük atomenergiából a Magyarország energiaellátásának, tehát ezt igenis ki lehet váltani, és nyilván nem szén erőművekkel kellene kiváltani, hanem a megújuló energiaforrásokkal. Másrészt az is igaz, hogy amennyit mi fogyasztunk, de akár Európa, Magyarország, ezt az energiafogyasztást lehetne csökkenteni. Ugye itt talán egy ilyen kulisszatitkot elárulhatunk, hogy az adás előtt beszélgettünk arról, hogy itt a stúdióban is megújult a világítási rendszer. Ilyen energiatakarékos formákat lehet találni, és akkor eleve lehet csökkenteni azt az energiaigényt országos szinten, amit most fogyasztunk, és akkor igenis ki lehet váltani más formákkal az energiaellátást. Andis? Én kicsit szkeptikus vagyok ezügyben, mert nézzük meg, mi történt Németországban. Mennyire figyelik azt, hogy Németországban leállították az atomerőműveket, egekbe szaladt a villamos energia ára. Bár a német fizetések elbírják még ezt, de mondjuk Magyarországon ez gyakorlatilag ha ezt bármelyik kormány meglépné, gyakorlatilag abban a pillanatban megbukna. Az lehet, hogy a németországi speciális helyzet ezzel kapcsolatban, ott az energiavendéről szokás beszélni, ami hát egyfajta társadalmi konszenzus volt. Ott a német választópolgárok elfogadták és bevállalták azt, hogy x ideig egyébként többet fizetnek az energiáért, a villamos energiáért, mint ami mondjuk fizetniük kellene, mert hogy ők, beruháztak és félretettek. Tehát azt a pluszköltséget, amit ők fizetik, arra fordítják, hogy x időn belül át tudnak állni kizárólag zöld formákra, és azt az esetleges pluszköltséget, amit ők a villamos energiáit fizetnek, azt egy az egybe erre az átállásra fordítják. Ők előre gondolkodtak már 1-2 évtizede. Magyarországon ezt megvalósíthatónak tartja? Nem tudom, hogy jelen pillanatban ez megvalósítható-e. Ezzel kapcsolatban nyilván, egy valódi társadalmi konzultációt de kellene is lehetne. De Paks 2-vel az oroszokkal már készen van egy szerződés. Ennek a szerződésnek a felbontása majdnem annyiba kerülne, mint maga az erőmű. Nyilvánvaló, hogy itt politikai lépésekre is szükség lenne, és valóban ezt a szerződést fel kéne bontani. Ki kéne jönni ebből a szerződésből úgy, hogy ebből nekünk nincsen, plusz kötelezettségünk. Szerintem ezt meg lehet tenni. Tisztában vannak már teljesen a szerződés összes alappontjával? Nyilván nem, hiszen ezek ugye titkosítottak, de hogyha mondjuk mi kerülnénk kormányra, akkor nyilván ugye egyből bele lehet tekinteni. Hány százalék esélyt látja annak, hogy önök kerüljenek a kormányod mögé? Hát arra most 100% esélyt látok, hogyha tényleg komolyan veszük és komoly munkát fektetünk abba ellenzéki szinten, mert nagyon komoly munkát kell, hogy kormányra fogunk kerülni, mint ellenzék, vagy ellenzéki együttműködés, és hogy azon belül az LMP-nek pontosan milyen szerepe lesz, milyen funkciókat fog betölteni, ez nyilván a jövő kérdése, de abban is biztos vagyok, hogy szükség van az LMP-re, LMP-s politikusokra, zöld erőkre egy 2022 utáni kormányban. Ön szerint a helyhatósági választások eredménye azt mondják, hogy önök már alkalmasak, ez a, én francia salátának szoktam hívni, tehát ez a koalíció arra, hogy kormányozzon? Mint hogyha egy kicsit még nyikorogna. Nagyon szeretem a francia salátát. Hamar megromlik, és bizony, a szalmonellák gyilkosak. Hamar megromlik, de nagyon finom is el kell fogyasztani, aztán pedig főzhetünk egy újat, vagy készíthetünk. De lényeg a lényeg, hogy már most látszik, hogy az önkormányzatokban, ahol bekerültek az LMP-sek, az ellenzéki együttműködés keretében, ott mondjuk zöld bizottsági posztot visznek, zöld ügyekért felelős alpolgármesterek, tehát igenis helyük van és szerepük van egy városvezetésben, és én úgy gondolom, hogy 2022 után egy országvezetésben is, pláne hogyha zöld ügyek képviseletéről van szó,
adott esetben egy zöld minisztériumról, akkor igenis szerepe van nekik. Kedves nézőim, az elmúlt közel fél órában Kanász Nagy Mátét az LMP-től látták és hallották. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és visszavágjuk. Köszönjük. Most előzetesek, aztán jön a híradó, és a híradó után jövünk. Visszatartsanak velünk.